Nem így szerettem volna kezdeni ezt a beszélgetést, de hát az élet a legjobb forgatókönyvíró, hogy először is szeretettel üdvözlöm miniszterasszonyt a Facebook üldözötteinek csoportjában. Nem biztos, hogy mindenki tudja, miről van szó, úgyhogy ha nem okoz gondot, akkor néhány mondatban mesélje már ezt a történetet. Köszöntöm a kedves nézőket, köszönöm szépen a interjú lehetőségét. Hozzám is elérkezett ez a jelenség, bár voltak már arra utaló jelek korábban is, hogy megmagyarázhatatlan okokból a különböző posztoknak az elérés száma drasztikusan csökken bizonyos pillanatokban, időszakokban. És most volt egy nagyon markáns pillanat az egyik posztom megjelenése után, hirtelen, mintha valaki lecsavart volna valamilyen potmétert, hogy most már elég volt abból, hogy alapvetően 100 000-es nagyságrendbe jutnak el ugye a posztok, és utána meg egy ilyen pár 10 000-es nagyságrendre esett le. Ezt észlelték a kollégák is. Ugye ez egy olyan jelenség, amit már sok ember érzékelt a társadalomban, csak hozzám mosodott el, nem is nagyon vagyok egyébként járatos még annyira ezeken az online felületeken. A leghátborzongatóbb ebben az, hogy itt nem is biztos, hogy egy valós emberi cselekedet áll ennek a jelenségnek a hátterében, hanem olyan algoritmusok, olyan matematikai képletek, amelyek valamilyen ördögi szabályrendszer alapján elkezdik állítgatni az embernek az elérés számát. És akkor feltesszük a kérdést, hogy ha abban meg tudunk egyezni, hogy a mai világban a közösségi háló az olyan szükséglet, mint az áramszolgáltatás vagy a vízszolgáltatás, hiszen az emberek ezen kommunikálnak, a cégek ezen végzik az üzleti tevékenységüket. Ez egy sokkal magasabb szintű felelősség egy média szolgáltató, egy tech óriás részéről, hogy hogyan biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, a szolgáltatásnak a ugyanolyan színvonalát, mint amit az ember a csatlakozáskor elfogadott, mint feltétel, és ezért tartjuk ezt nagyon fontosnak, hogy tudjanak az emberek arra, hogy van ilyen jelenség, bárkivel megtörténhet, és egyelőre az, hogy hogyan lehet ezzel szemben fellépni, egy demokráciában, egy jogállamban mindig nagyon fontos, hogy a garancia rendszereket kezdjük el vizsgálni. Nekem van egy digitális szabadságbizottságom az Igazságügyi Minisztériumban. Február óta nagyon sok adatot, információt, panaszt gyűjtöttünk össze. Vizsgáljuk azokat a jelenségeket, amelyekkel az állampolgárok az online térben találkoznak. És a panaszok egy markáns része ugye ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos, hogy miért takarnak ki oldalakat, miért csökkentik a hozzáférést átmenetileg. És úgy gondoltam, hogy ha ennek hangot adok, akkor sokkal többen válnak tudatossá a magyar társadalomban. Hogy mit tehetünk ez ellen? Én elsősorban szeretném hangsúlyozni, hogy nem én cenzúrázom a Facebookot, vagy szeretném cenzúrázni, mert a Facebook cenzúráját szeretném megvizsgálni és kérdőre vonni. És ugyanazokat a jogállami garanciákat biztosítani a tech óriások esetében is, amit minden egyes alkotmányos szervnek például biztosítania kell Magyarországon, vagy egy minden rendes jogállamban. Tehát kifordítják mindig ezt a kérdést, kiforgatják a szavaimat. Én azért fordulok a társadalomhoz, az emberekhez, a jóakaratú emberekhez, hogy lássák, érzékeljék, hogy igenis vannak ilyen helyzetek, hogy nem feltétlenül fog eljutni egy-egy üzenet, politikai üzenet ahhoz a közösséghez, akihez egyébként szokott módon szeretnénk üzenni, hiszen vannak, akik tudják ezt szabályozni. És ennek a technikáit, hogy hogyan lehet ezt számon kérni, hogyan lehet garantálni a mi jogainkat is az online térben, ez egy hosszú gondolkodásnak a része kell, hogy legyen. De fel kell hívni a figyelmet, és én azt gondolom, hogy itt is a demokráciában kell bízni, és az emberekben, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor e-mailekben küldjünk egymásnak üzenetet. Tehát ugye sok kérdés szokott felmerülni, hogy mit tehetnek ez ellen a civilek. Legyünk aktívak, legyünk nagy mennyiségben mindenhol jelen. Ugye nem szokásos az online térben konzervatív gondolatokat olyan erővel sugározni, mint a liberális gondolatokat, hiszen az online térben mindig minden olyan extrém, és arra figyelnek az emberek, arra kattingatnak. Egy rendes konzervatív ember az végzi a dolgát, este hazamegy, megvacsorázik a családjával, beszélget a gyerekeivel, és nincs szüksége arra, hogy folyamatosan kirakja a kirakatba, hogy rendes embernek, meg konzervatívnak jó lenni. De most ki kell raknunk? El kell mondanunk? Nem biztos, hogy mindenki úgy érezte, hogy ez a kérdés a továbbiakhoz kapcsolódik, de nagyon is. Mert ez is része, és milyen csoda, hogy általában a konzervatív jobboldali Facebook oldalak tűnnek el, korlátozódnak. Szóval része ez annak a vadhajszának, amit Magyarország ellen indítottak, és amely ma is tart. Nagyon örülünk, hogy sikerült egy meccset megnyerni,
Nagyon örülünk, hogy sikerült megakadályozni, hogy mindenféle ködös jogállamisági kritérium alapján próbáljanak tőlünk pénzt elvonni, de aggódunk is. Mert ezzel, hogy most megállapodtak, az ütőkártya is kikerült a kezünkből. Márpedig az Európai Uniós korifeusok és szervezetek nem arról híresek, hogy nagyon szavatartóak lennének. És egyik napról a másikra eszükbe juthat, hogy ja, most már megszavazták a költségvetést, már a hitelfelvételt is, akkor most megint jogállamiság. Tehetünk-e, és mit tehetünk ezzel? Milyen garancia van arra, hogy nem fognak minket csőbe húzni? Nagyon sok mindent mindenre utalt a kérdésében. Hogy kezdem a legelején? Látok-e párhuzamot a Facebook jelenség, illetve a között, ami folyamatosan zajlik a hazánk ellen? Anélkül, hogy erre konkrétan válaszolnék, azért hagyj említsem meg azt, hogy amikor Magyarországot a nyugati fősodrú liberális médiában napi szinten gyalázzák és diktatúrázzák és hihetetlen álhíreket, hazugságokat terjesztenek, amikor ezzel szemben az ember szeretné a saját hangját hallatni, sokszor az is egy küzdelem, hogy egyáltalán megjelentessék az ellenvéleményt a lapok. Ugye mit tettünk mi erre? Én mindig hangsúlyoztam, hogy akkor a Twitteren, a Facebookon legyünk jelen, hiszen ott az a saját csatornánk, nem függök egy szerkesztőségnek a döntésétől, hogy vajon lehozzák-e az én véleménycikemet vagy sem. Például a politikó már nem volt hajlandó lehozni ez évben a harmadik véleménycikemet, mert azt mondták, már kétszer megjelentem, harmadszor már túl sok lesz, mikor a Lili Bájer minden héten Magyarországot gyalázhatja, zárójelbe zárva, és mivel a közösségi hálón elvileg az ember szabadon tudná a véleményét azokhoz eljuttatni, akik egyébként szimpatizálnak ezekkel a álláspontokkal. Most már ott is gyakorlatilag ugyanaz a jelenség kezd felépülni, hogy valamilyen úton módon nem tud ugyanolyan mennyiségű hallgatóhoz eljutni, mint például a liberális fősodratú vélemények. És ennek hihetetlen ördögi, labirintusos, feltárhatatlan rendszere van, hogy mi alapján, ki, hogyan, milyen szabályok szerint szabályozhatja ezt, vagy befolyásolhatja ezt. Ezért is nagyon ördögi, hiszen nem lehet transzparensen megítélni. És ezt fogom számon kérni, vagy szeretném számon kérni a bizottság munkájában. Visszatérve a nagy háborúhoz, a nagy ideológiai világok ütközetéhez, amit most már élesben, napi szinten, a saját bőrünkön érzünk. Ez évek óta kezdett felépülni. Egy nagyon fontos csúcspontja volt a 2015-ös migrációs válság, amikor Magyarország elsőként mondott nemet egy hihetetlen kihívásra, amelyel Európa szemben állt. És egyedül merte azt mondani, hogy nem, én itt kerítést fogok építeni, én akarom megmondani, hogy kivel élünk együtt, nem akarjuk Európát bevándorló kontinensé tenni, határozottan döntött és határozottan cselekedett. És ugye onnantól kezdve soha nem látott mértékű ösztűz alá vették a hazánkat, hiszen látszott, hogy ez nem illeszkedik abba a liberális balos ideológiába, amelyet például a migrációval kapcsolatban Európa nagy megmondó emberei gondolnak, és főleg a fősodatú nyugati politika. És onnantól kezdve jött mindenféle álságos eljárás, kötelezettségszegési eljárások, az Európai Parlament folyamatos akciói, a különböző elítélő határozatok, és az ördögi módszer az, hogy próbálják a jogállamiság fogalmát erre felhasználni, kiforgatni, hiszen egy átlag ember megkérdezi, hogy miért mi bajod a jogállammal. Persze, hogy semmi baj a senkinek a jogállammal. Az olyan, mint a víz és a levegő. Az itt van körülöttünk. Elképzelhetetlen, hogy anélkül létezzünk. Alkotmányunk elsőként definiálja, és minden egyes alkotmányos szervünk és a magyar demokrácia, a jogállam értékrendje és elvei szerint működik. Nem is lehetne másként. Ugye ezt a varázslatos szót, ezt a nagy értéket, ezt a kincset használta fel ez az ideológia arra, hogy a saját álláspontját próbálja meg ráerőltetni hazánkra, és nagyon sok ellenséget szerezzen ugye a sajtón keresztül az országnak. És ezért nagyon fontos, hogy mindig észleljük és mindig elmondjuk, hogy nem, itt nem a szabályok betartásáról van szó, hanem itt arról volt szó ebben a költségvetési hosszú 2,5 éves vitában, hogy most egy új fegyvert találtak, a nagy vegykonyhán kisütötték, hogy itt vannak az uniós pénzek, majd hogyha nem akarnak a politikai viták során meghajolni, például a migrációs vagy akár a családpolitika dossziéiban a magyarok és a lengyelek, ugye a két erős konzervatív kormány Közép-Európában, akkor majd kitalálunk valami olyan eszközt, amivel majd talán meg tudnak hajolni, csak tévedtek. Egyrészt abban tévedtek, hogy a saját erejüket túlbecsülték, és a mi erőnket és kitartásunkat, elszántságunkat pedig alulbecsülték.
És szerintem egy taktikai hiba is volt a német elnökség részéről, hogy ezt a magyar nagyon határozott álláspontot, ami már júliusban is ott volt az európai csúcson, ezt a háttértárgyalások és egyeztetések során nem vette igazán komolyan, és Európát konkrétan a szakadék szélére sikerült lavírozni. És akkor azt látták, hogy mi akkor is ugyanolyan bátran és határozottan nézünk a jövőbe, még a szakadék szélén is, hiszen nekünk itt elvi, szuverenitásbeli, egzisztenciális és Európa jövőjét féltő álláspontunk volt, nem engedhettük meg, hogy átlépje azt a Rubikont Európa, amivel gyakorlatilag, amit nevén is neveztek a politikusok, ha nem állsz be a sorba, majd kiéheztetünk, ha nem állsz be a sorba, akkor majd rákényszerítünk, majd fájni fog. Ugye most nyugati politikusoknak idézem a hihetetlen állításait. És ezért volt nagyon fontos a múlt heti csütörtöki megállapodás, hogy Európa vezetői, akik még mindig ennek az uniónak a főnökei, ha úgy tetszik, közérthetően elmondva, hiszen az Európai Tanács az, aki el tudja mondani, hogy melyik irányba menjen ez a szekér, ráeszmélt. Egyrészt a józan ész visszatért. Ráeszméltek arra, hogy igen, annyira fontos a Covid közepette a gazdasági talpraállítás, a védekezéshez szükséges pénzügyi segítségnyújtás, nagyon sok, főleg déli tagállamban, hogy tényleg, akinek van ideológiai vitája, az most már egy kicsit szoruljon már hátrébb, és menjünk már előre, mert az élet ez diktálja. Tehát a józan ész diadala az, ami bekövetkezett. És az állam és kormányfők nagy többsége, és nyilván aztán a vonakodókat ez a tömeg rá is tudta bírni arra, belement ebbe a megoldási javaslatba, amivel egyértelművé tették, hogy igen, nem lehet nyomásgyakorlásra használni ezt a jogszabályt. És a nagyon fontos ebben a nyilatkozatban, vagy ebben a közös megállapodásban, hogy az Európai Bizottság is kötelezőnek ismeri el magára nézve, hiszen az Európai Bizottság kezében van az iniciatíva joga. Tehát ő az, aki majd ezt a jogszabályt alkalmazni fogja. Nagyon fontos, hogy az a zárt lista, amit mi mindig is kértünk, hogy igen, mondják meg, hogy mi az a bűn, amit elkövet valaki, az legyen tételesen felsorolva, mint egy büntető törvénykönyvben. Akkor egyértelművé válik, akkor jogbiztonság lesz, hogy igen, ezt elkövetted, nagyon konkrét tényállásban, akkor jöhet egy szankció. Így működik már most is egyébként az Európai Unió, ezt megsugom. Tehát a kereket találták gyakorlatilag fel, hiszen már most is nagyon erős fegyelmi rendszer működik, monitoring, ellenőrzési rendszer az Európai Uniós pénzek kifizetésénél. Tehát a csalás, a korrupció, az összeférhetetlenség ellen egy nagyon erős védelmi rendszer van. Ez a megalapodás ezt deklarálja, hogy igen, nem homályos, álságos fogalmakra alapítunk szankciót, hanem konkrét, zárt felsorolás alapján, konkrétan meg fogjuk mondani, hogy mi az a bűn, amit elkövetsz, és csak ez alapján lehet indítani eljárásokat. A másik nagyon fontos, hogy a megállapodás megerősíti azt a jogát egy tagállamnak, hogy az unió szerződése alapján bírósághoz forduljon, hogyha egy jogi aktusnak az unióba jogba való ütközését kifogásolja. Ezt meg is fogja tenni a magyar és a lengyel kormány, hiszen a jogi aggályaink még továbbra is fennállnak, ugye a politikai biztosítékot megkaptuk, és a jogi aggályokat pedig a bíróság fogja, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok részét ki fogja törölni és pontosítani fogja, hiszen egy valamire való jogállamban ilyet nem lehet megengedni, hogy gyakorlatilag homályosan, definiálhatatlanul, bármikor így bemondásra azt mondjuk, hogy nem tetszik az ideológiád, akkor téged megbüntetünk. Úgyhogy a harmadik nagyon fontos, hogy a bizottság azt szintén elismerte magára nézve kötelezőnek, hogy felelősséget kell vállalnia a körülmények tisztázásáért. Nem lehet csak úgy egy-két holmi álfüggetlen NGO-nak a jelentésére alapítani azt, hogy van-e az igazságszolgáltatásban bármiféle aggodalom egy-egy tagállamban, vagy nincsen, hanem a bizottságnak saját maga kell vállalnia a felelősséget, nem hivatkozhat külső szereplőkre. És itt azért szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez a bírósági eljárás alaphangon egy olyan másfél évig szokott tartani. Arra is kíváncsi leszek, hogy itt is működik-e majd a kettős mérce. Mert még mondjuk amikor a mi érdekünk, hogy legyen ítélet minél hamarabb, akkor azt két évig húzzák. Most, hogy a Jurova megint kikelve teljesen a saját szerepéről, már azt mondja, hogy elvárom, hogy a bíróság nagyon gyorsan hozzon döntést. Tehát látjuk, hogy ugyanazok a szereplők jönnek ki a vízből, akik eddig még arra odafigyeltek, hogy kicsit burkoltam, mondjuk nyárig, most már egyre durvábban a feszültség alatt nevén nevezték a politikai szándékaikat. És én azért gondolom, hogy ez az egész őszi időszak, bezárólag ezzel a megállapodással, azért volt nagyon hasznos mindannyiunk számára, főleg azok számára, akik a magyar kormány törekvéseit támogatják az Európai Unióban is, hogy olyan kristálytisztává vált, hogy mi zajlik Európában, amire eddig még nem volt példa, hiszen
Amikor azt hitték, hogy a megállapodás megszületett ugye a parlamentben, és azt hitték, hogy az lesz a végleges eljárásrend majd, ugye november 5-én, akkor mindenki felszabadultan nyilatkozott, végre meg lehet büntetni azokat, akik nem állnak be a sorba. Végre van egy eszközünk, hogy térdre kényszerítsük azokat, akik nem fogadják el a migrációs politikát, vagy a gender ideológiát. Tehát már nem is burkolják, nyílt lapokkal játszunk. Ez a nagy feszültség azt is bebizonyította, hogy igenis, egy kis ország is, most úgy, ha mondjuk én Németországhoz nézem, de nem vagyunk természetesen olyan kicsik, de méreteiben, gazdasági erejében összehasonlítva relatíve, egy újonnan csatlakozott ország is ugyanazt a jogos eszközt képes sikerrel és eredményesen alkalmazni, ami egyébként bevett szokás. Hollandok is vétóztak már európai alkotmányt, franciák is. Emlékszünk Margaret Thatcherre, hogy verte az asztalt, hogy I want my money back, amikor 80-as években nem tetszett neki az uniós költségvetés. Tehát nem kell úgy beállítani, ahogy elleneink beállítják, mint hogy ez valami rendkívül dolog lett volna, nem. Teljes nyugalommal alkalmaztuk a vétót, és én úgy érzem, hogy ebben az idegek harcában a magyar fél vizsgázott a legjobban, hiszen miért? Mert mi a szuverenitásunk, sziklaszirált meggyőződésünk talaján álltunk végig. És nagyon fontos, hogy helyre billent a világ mérlege, ki nyilvánították az állam és kormányfők, hogy mi mondjuk meg, hogy merre az irány, és nem az Európai Bizottság, vagy akár az Európai Parlament. Végezetül a mi feladatunkról, mert mindenkinek van feladata a saját hazájáért, országáért vívott küzdelemben. Ugye a civilek a legegyszerűbben akkor tudják megmutatni, hogy mit támogatnak és mit nem, ha demonstrálhatnak. Márpedig a békemenetre most járvány idején semmiféle esély és ne is legyen, mert nem szeretnénk, ha még rosszabb lenne a helyzet. De azért valahogy a teendőinket meg kell találni. Mit tegyünk? Most, hogy a józanész győzedelmeskedett, és megvédtük szuverenitásunkat, megvédtük a magyarok forrásait, én úgy érzem, hogy az a feladatunk a magyar állampolgároknak, hogy egyrészt ezt a saját közegeinken belül, ismerőseink, barátaink, családjaink közegén keresztül, vagy akár a piacon beszélgetve, mondjuk, és ha nincs elég információ, akkor kérdezzenek, és mi adunk, hogy miről szól igazából ez a győzelem. Hiszen nagyon sok álhír terjed az interneten is, nehéz tisztán látni. Szerintem a józanész az ugyanúgy a mindennapokban is kell, hogy fülekre, hallgató fülekre találjon. Egy kormány teljesítményét mi az, ami leginkább leméri? Az ország fejlődése, a gazdaság teljesítménye. Most független attól, hogy egy Covid nyilván mindenkinek adott egy pofont, de az a helyzet, az az állapot, amivel a magyar gazdaság a Covid előtt a jövőben nézett, az sokkal-sokkal kedvezőbb volt, mint az európai átlag, ha csak mondjuk a déli országok gondolunk, ha megnézzük az államadósságnak a szintjét. Tehát fontos ezeket az adatokat, a munkanélküliségi adatokat is, amelyek a Covid nélküli időszakban egy nagyon markáns magyar fejlődést és egy 10 éves munkának a gyümölcsét mutatták. Ezt ne felejtsék el az emberek, hiszen a saját bőrünkön érezzük, hogy mit jelent egy kormány teljesítménye, vagy mit nem. Ez az egyik. A másik meg sosem szabad elfelejteni, hogy miről szól ez a harc. Arról szól, hogy igenis most Európában többségben vannak a liberális erők. És nem tudják elfogadni, hogy vannak országok, ahol egy-egy kormány képes egyedül konzervatív többséget szerezni, ráadásul többször egymás után. Tehát mindig is ez volt a baj, hiszen én, ha a jogi csatákat megnyerem, akkor azt mondják, hogy jó, de úgy általában rossz a kép. Mondom, akkor ezt elnézést, ezt 4 évente a magyar állampolgárok el fogják dönteni. De hogy ez a döntés megalapozott legyen, hogy a józanság tudjon diadalmaskodni, nagyon fontos, hogy sokat beszéljünk egymással. És legyünk jelen a közösségi médiában. Itt ugye beszéltünk a kihívásokról, hogy sajnos le tudják csavarni a potmétert, és nem biztos, hogy eljutunk annyi mindenkihez, de akkor küldjünk e-maileket. A megosztásaink, a saját aktivitásunk, a saját hitünk, a saját aktivitásunk és harcunk, azt nem tudják korlátozni. És a józanságot sem. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy bátran merje felvállalni az utcán is konzervatív gondolatait, és higgyen a saját szemének, és azt szerint itt éljen, ne azt szerint, hogy mit dob fel neki az online tér.